láthatóvá tenni a láthatatlant ugyan nem lehet, de megismerni, adatokat gyűjteni róluk igen. Világunk molekuláris szintje, a mikrokozmosz parányai, a molekulák a hétköznapi világunktól 10 nagyságrenddel mélyebben helyezkednek el, és ezért a molekulákról közvetlen képet nem alkothatunk. Szűkebb szakterületem a peptidek és fejlek térszerkezet vizsgálata mindig azért érdekelt, mert ezek a makromolekulák felépítésükben és dinamikai tulajdonságukban, kölcsönhatásuk révén az élet hordozói, megtestesítői a kémikus számára. Az ELTE-n annak idején a polipeptidek szerkezet vizsgálatának lehetősége az nem volt adott atomi szinten. A Kajtár Márton és Hollósi Miklós által használt CD spektroszkópja egy nagyon jó lehetőség volt az infravörös spektroszkópjával karöltve, de nem lehetett csak kvalitatív szinten alkalmazni. Ezt kiküszöbölendő Tusnádi Gábor matematikussal kidolgoztunk egy olyan algoritmust, amellyel most már kvantitatív szinten is tudtuk a polipeptidek térszerkezetét és másodos szerkezetelemét vizsgálni, és ez a módszer olyan sikeres lett, hogy a mai napig is sok száz laboratóriumban használják a világon és citálják munkákat. A fehérjék és polipeptid láncok bonyolult térszerkezeti viszonyai nem tették lehetővé, hogy azoknak tipikus tünet legó vagy építő elemeit meghatározzák, és mi alkalmazott kvantumkémiai módszerekkel, Csizmadia Imrével ezt a feladatot oldottuk meg eredményesen 1991-ben, megalkotva ezzel azt a 9 konformációs elemet, amelyből minden fehérjének a gerinc konformációja fölépíthető. Tudásvágyból is itthoni állás hiányában vállalkozókedvű feleségemmel és 3 pici gyermekünkkel útra keltünk, és előbb 3 évet Bostonban, majd 2 évet Kanadában töltöttünk. Mára bizony a gyerekek fölnőttek, és egyetemre járnak, és lassan ők fognak nekivágni a nagyvilágnak. Amerikában több jelentősnek mondható felfedezést is tettem Fesman professzor laboratóriumban, például az ideális béta kanyar létezésének kísérleti bizonyítékát adtam, vagy az alfa helix és a membrán helix spektroszkópiai megkülönböztethetésének kvalitatív leírását is megfogalmaztuk. Megismertem mélyebben, és megszerettem az NMR spektroszkópiát. Oxfordba kaptam egy ösztöndíjat, ahol Ian Campbell professzorral 3 éven keresztül dolgoztunk, előbb virális, majd a porcképzés szempontjából fontos fehérjék szerkezet és dinamikai információnak meghatározásán. Oxfordból hazaérkezve szerettem volna itthon is meghonosítani az oldatfázisú szerkezetvizsgálatot, a BioNMR spektroszkópiát. Figyelmem a makromolekulák, s ezen belül is elsősorban a fehérjék téralkata mellett, azok eltérő időskálájú és sokszínű belső mozgási modulusai felé irányult. Próbáljuk megérteni azt, hogy hogyan is lehetséges az, hogy bizonyos fehérjék hibátlanul föl tudnak tekeredni, míg megint mások pedig valamilyen mutáció következtében agregálódnak, és így olyan betegséghez juthatunk, mint amilyen az Alzheimer-kór. A szerves kémia a hagyományos eszköztára mellett a kémikus nem ijed meg attól, hogy a biokémia és molekuláris biológia új vívmányait is használja. Lehetőségünk van arra, hogy könnyen, nem szelektív izotópjelölés mellett NMR-ezni tudjunk olyan mintákat, amelyekkel aztán a gyógyszer mellékhatásait csökkentendő új molekulákat vagy variánsokat tudunk előállítani. A modern természettudós, de különösen a szerkezetkutató egyedül nem képes feladatait megoldani. Ezért nagy öröm és lehetőség az, hogy munkatársakkal, diákokkal együtt dolgozva, gondolkodva és alkotva valósítjuk meg álmunkat az élet molekuláinak jobb és pontosabb megismerését.